mindenkinek, jó napot kívánok! 2016 első hónap 28-a van, délelőtt 10 óra 30 perc. Kezdődik a fuvar, Hollandiába járunk. Barle-Nassau nevű helyen. És megyünk Osterhoutba. Na most elkezdjük számolni az utcákat, és a másodiknál fordulj balra. Osterhout városába kell menni, ahol már korábban azért jártam én egyszer, kétszer, háromszor, nem is tudom. Az első utcán jobbra, nem, a második utcán, és balra. Utána pedig majd megyünk valamerre, és majd akkor elmondom, hogy merre. Lehet, hogy jobbra. Ja igen, átléptünk Belgiumba. Léptünk Hollandiába. Balra, aztán meg majd jobbra kell menni később. Mindenképpen be akar vinni oda a három és feles tiltásba. Hát ezt nem értem, Laci. Nem értem. Laci, magadom meg a buksi fejöckét, hát újra tervez a bácsi. Jó. Erre felé rövidebb is. Mondjuk ezt alsóbbrendű útnak tudja. A kedvencem pedig... a körforgalom, a gyerek az első kiára. Első kijáraton ki, igen. És megáll, elenged. Ó, köszönöm szépen, nagyon kedves, nagyon aranyos. Köszönöm, köszönöm. Ismét Belgiumba vagyunk. A gépjármű kezelési problémái vannak, forduljon hozzám. És azt hiszem, hogy innentől már Hollandiába maradunk. Országba kell vinni az árut, és holnap reggel le is kéne rakni. Mondjuk nem lesz túl nagy fuvar, mert 430-440 kilométer lesz a rakott, úgyhogy elméletileg ma oda tudok menni a közelbe. Azt majd meglátjuk. Érdekes ez a fa, meg van kopasztva rendesen. Vali, ezt ad el a körforgalom. A második kijárat új bien. Számolja, egy, kettő és oké. Szép nagy trakesz. Hogy lehet lecsalogatni egy félkarú szőkenőt a fáról? Mindenki.
kerékpár utat építenek, ha jól látom. Itt Hollandiában ez nagyon, nagyon menő, ez a kerékpárút építés. Talán itt van a legtöbb kerékpárút Európában. Mintha ezt olvastam volna, vagy hallottam volna valahol. Közelítünk az autópályához. Mint látható volt, jöttünk re, zöldre váltott a lámpa. Helikopter, katonai helikopter. Ja igen, itt Tilburg közelében vagyunk, és ott van valami bázis, helikopterbázis. Arra, nem most, nem most, hanem egy picit később. Na, lámpa vált. Nézd meg, nem vált. Még ilyet. Elég sokára, de váltott a lámpa. Na nézzük, ez észreveszi-e, hogy jövök? És úgy ítélje meg, hogy elenged balra. De nem. Nem, a jobbról érkezőket engedi. Na végre. Megyünk fel az autópályára. Bezső, ahhoz képest, hogy csak vásárolni indultál, milyen ez? Felmegyünk az autópályára. Kollégának megkotlott a technika. Most veszi magára a kamionmentő. És közelítünk a felrakóhely felé. Zöldült a lámpa, hogy meg se kell állni, lehet menni. Közelítünk a felrakóhelyhez. Simon mondja, kövesd a főutat a jobbra. Köszönöm. Úgy szeretnék ázsiainál dolgozni. Mindjárt jobbra megyünk.
Igen, igen, megyünk balra. Ha jobbról nem jön senki, meg balról sem jön senki, akkor itt most megyünk balra. A 30-as rakodást írt. A jobb oldalon. Tessék parkolni, vagy legalábbis a jobb oldalon kell bevenned. A házszámot így állítottad be, mit tudom én. És akkor utána megyünk tovább szépen. Most 11 óra 7 perc van. Itt általában... egy kicsit itt is. Végül beállítottad, vagy végül is beállítottad te ezt a dolgot, hogy most örülj. Jó. Ja. Minden versbe kell a rím, jobbra megyünk azonnal. Van is itt kint az utcán egy kollega. Na itt általában kész szokott lenni az áru korábban. Nem is egy újra. De majd meglátjuk. Hát én is megállok itt kint az utcán, bemegyek. Azt megérdeklődöm, hogy... Hajlamos vagyok elbizonytalanodni így menet közben. Jó, tudom, persze, de most jöjjek rá, hogy merül az elem. Egyébként az is lehet. Álmosan. Szevasz, kollega. Hű, milyen jó sáros itt a terep. Hát félreállok én inkább itt. Így né. Jó lesz ez így, nem akarok én belemenni a derékigérő sárba. Aztán ha azt mondják, hogy mehetek befelé, akkor megyek befelé. Mehetek a 31-es rampára rakodni. És a bejáratnál ugye itt is ki van téve, hogy fényképezni tilos. Úgyhogy fényképezés az nem lesz. És videókészítés sem. Nem szeretnék semmiféle problémát, úgyhogy majd rakodás után folytatódik tovább. Rakodás megtörtént, 34. Igazság szerint vannak unalmas dolgok a navigációban, komolyan. Például az ember azt mondja, hogy mindjárt jobbra megyünk, tarts ki, vigyázz, meg ilyenek. 34 raklapárut raktam föl, ugye mert ez is olyan cég, ahol a sofőr saját maga rakja az árut. És Németországba kell vinni. Na most nem tudom, nem jut eszembe, mi a neve. Ott van Frankfurt közelébe. Nem kapkodunk, óvatosan vezetünk, mindjárt jobbra megyünk. Korábban egyszer már jártam ott. Alzenau. Alzenau az a neve. Egyszer már voltam ott, úgy szintén ilyen áruval, és akkor az volt benne a trükk, hogy nem ott szedték le az árut, ahol... Jobbra! Nem neki menni! Jobbra! Ahova címezve volt, hanem át kellett mennem egy másik... Menjünk balra, vigyázz a falra! Másik raktárba. A cégnél. Most az van, hogy követjük a főutat balra, ami hát végül is lövésem sincs, hogy mit jelent, de hát te látsz ki a szélvédőn, nem? Itt szinte csak lengyelek dolgoznak a cégnél. A targoncás lengyel, az irodában lengyelek voltak, az áru átadó lengyel. Szerintem kövess a főutat balra. Férjünk el, gyerekek! Megvárom, hadd jöjjön mindenki. Korrektan, most navigátor lehet.
zöldre váltott. Szeretem ezeket a holland kereszteződéseket. Ugye itt aszfaltba, vagy nem tudom én hova van valami érzékelő beépítve. És ha nincs keresztező forgalom, akkor vált zöldre a lámpa. A mai terv, hát nem is tudom, meddig kéne elmenni. Jó lenne oda menni a közelben, mert holnap reggel 7 órás lerakó. De viszont ott nem nagyon lesz parkolóhely. Mondjuk az ott egy ipari terület, ipari zóna. Meglátjuk. Meglátjuk, ha kifussa az időből, akkor oda megyek. Ha nem, akkor meg valahol megállok. Korábban. Gyönyörűségesen szép napos idő van, és a hőmérséklet is 9 fok. Itt a tavasz. Kiértünk az autópályára, és megyünk a nagy holland síkságon. Németország irányába. Eindhoven felé haladunk, de nem tudom, más nagyobb város nincs itt a közelben, de ott már valami villog a pálya fölött. Torlódás lesz. Nagyszerű. Nagyon örülök. Ja, már 70-es. 70-es sebességkorlátozás. Laci Rőrmond felé tervezte meg az utat, én meg ráhagytam. Úgyhogy most lemegyünk a pályáról. Óvatosan vezetünk, mindjárt jobbra megyünk, később pedig majd elutra a egyenesen. Errefelé már úgyis régen jártunk. Meg erre talán rövidebb is. De ez még nem. Felé egy kis Bundes. Közelítünk Rőrmond városához. Jobbról-balról víz. Nem tudom, mi lehet ez, valami tó. Térkép alapján úgy látom, hogy valami nagyobb tó.
néz ki ez az épület. Az érdekes dupla toronnyal. Megérkeztünk a holland-német határa. A tollkollekt zölden világít, úgyhogy működik. Rövidesen átlépünk Németországba. Ott a tábla jelzi, hogy itt a határ. Innentől már német aszfalton gurulunk. Lesz itt egy parkoló. Múlt héten álltam én meg itt. Egy aránylag nagy parkoló, és volt hely, hát remélem, hogy most is lesz. Ez az autópálya, ez azért annyira nem forgalmas. Megnézem, hogy van-e itt a halszálkába esetleg hely. Nincs. Tovább megyek, akkor ott is van még. De ha meg itt megállok, az is jó. De ott is van még néhány halszálka, de ott nem tudom, hogy állunk hellyel. Itt megállok én, jó lesz ez. Aztán kész. Majd holnap reggel indulok tovább. Jó reggelt kívánok! 2016 első hónap 19-e van. Reggel 3:46. Úgyhogy kezdetét veszi a mai nap. El kell menni a lerakóra. Igaz, hogy csak 71 néhány kilométer a távolság. Nem, 84. És 7 órát ír lerakási időpontnak, úgyhogy ez így teljesen jó. Hát ez a stop tábla, ez nagyon nem hiányzik ide. Hát úgy látom, hogy üres a sávom, vagy mégse. Hát mindenség itt neki. A nagy sötétbe üres volt mégiscsak, jól láttam. Minden jól megy, 7 óra körül ott leszek. Talán itt most még korán reggel nincs az a nagy forgalom, itt Mainz, Frankfurt, ezen a vonalon kell menni, és mármint a frankfurti repülőtér, és aztán így az autópályán ilyenkor már, ilyenkor még talán nincs az a nagyon nagy forgalom, majd később olyan 7 óra körül, akkor viszont már beáll minden.
Remélem addigra én már ott leszek a lerakó helyen. Itt vagyunk a lerakó közelében. És teljesen jó időbe. 6 óra 48 perc. A 7 órás lerakodási időponthoz teljesen jók vagyunk. Szerintem ott van szembe. És itt ezek a kamionok csak parkolnak vajon? Vagy sorbaállás van? Vagy mi? Jaj! Annyira jó! Szeretem ezt a játékot! Megjöttünk a célhoz! Képzeld el! Képzeld el! Köszi, Laci! Na, úgy látom, csak parkolnak. Várakoznak. A jó múltkor ugye először azt mondták, hogy itt nem tudom én hanyas rampára kell állni, azt utána átküldtek ide jobbra be a másik épületbe. Megjöttünk, itt vagyunk. Banán üres raklap bőven, azt a mindenit. Hol is kell itt bejelentkezni? Valahol itt van az iroda. Aha, meg van itt egy büfékocsi is, de jó. De félreállok, aztán elsétálok bejelentkezni, hogy itt vagyok, megjöttem. A lerakodás megtörtént, és aztán történt még egy olyan, hogy egyszer csak jön egy kollega, hogy ő azt az utasítást kérem, kapta. A GPS-be dobjunk egy 5000-est, ellenkező esetben nem szólok a következő utcánál. Nem hinném, hogy nagy gondot jelent, mert eddig is reggeltől estig melózok. Szóval Zelló megint közbeszólt, ismét Sosi. Szóval történt egy olyan, hogy kollega jött hozzám, hogy ő azt az utasítást kapta, hogy a nála lévő 32 raklapot valami van. Át kell rakni hozzám. Úgyhogy átpakoltuk. Így most van 66 darab raklapom. Amit viszont el kell vinnem Frankfurtba, és ott a repülőtér melletti logisztikába kell leadni. Úgyhogy most ez itt a következő feladat, megyünk Frankfurt repülőtérre, a Cargo City-be. Most balra fordulósat játszom. Ott még nem jártam. Ez 40 km, 42. Egy bő fél óra és ott leszek. Na, Bezső, ahhoz képest, hogy csak vásárolni indultál, milyen ez? Felmegyünk az autópályára.
Rágyunk az autópályára. Tök szép ez a hely. Érkezünk a repülőtérhez. Csak most itt egész más irányból kell majd menni. Itt átmegyünk az ötös... Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Ötös számú autópályára. Ez az, Bubi! Nyomja neki! Érdemes balra tartani, mert utána nyilak lesznek, bizony. Nem sokára lemegyünk a pályáról be a repülőtéri terminálba. Tarts jobbra! Megérkeztünk. Ha, itt van repülőgép múzeum. Itt is. Öreg légcsavaros gépek. És megyünk Cargo City Süd irányába. Én már tudom, hogy merre megyünk mindjárt. De nem mondom el. Laci, pedig jó lenne, ha elmondanád, de mindegy, azért én figyelek. Figyelek. Vannak ezek az enyhe helyzetek, mint most balra. Igen, itt így balra. És néztem én a műhold képet, lesz itt, ott van Tor 32, az kell nekem, a 32-es kapu. Most van az, hogy majd aztán később fordulunk mindenfelé, meg sávot váltunk, meg ilyesmi. Jobbra kellene tartani egy picit. És úgy láttam, hogy van itt egy teherautó parkoló, ahova gondolataim szerint félre kell állni, és akkor ott valahol valami... Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. ...terminálnál bejelentkezni, hogy hova is tart az ember, minek jött, hova szeretne eljutni, stb. Stb. Kérem, leülhetek a zsákjára. Persze, fiam, csak a tojásokra vigyázzon. Miért tojások vannak benne? Nem, szöges drót. Igen, megyünk erre tovább. Nem megyek gyorsan, mert most járok itt először. Aztán nagyon figyelni kell a táblákat. De gondolom, az a 40-es tempó az úgy körülbelül megfelel. Mert többiek sem nagyon vágtatnak itt mellettem. Jobbra katonai teherautók, amerikai amcsi katonai gépek. Nagyon óvatosan kezdenék bele ebbe a mondatba, tényleg, mert a múltkor már kaptunk ilyen értesítést. Na nézzük csak annak, hol van a bejárata. Azt mondta, jobbra, és akkor valami hülye elrántott, akkor megy jobbra, az itt, de ott kell, és ettől megölt egy fél óvodát, nem jó. Szóval majd jobbra Condor megyünk, de óvatos. Condor Drive. Az nem az enyém. És akkor itt azt mondja, hogy egyenesen jobbra-balra mindenfelé. Hát akkor én itt bemegyek jobbra, bemegyek ide ebbe a parkolóba. Ameldung, regisztráció, parkoló. Igen, ez az. Oké. Okay. És akkor itt be kell menni és regisztrálni. Van még neked a bácsi egy új útvonalat, szépet, fényeset, szélesed, jó, hogy rajta tudj maradni, de aztán nem elszúrni, ám. Igen, úgy látom, hogy itt páran pihenésre is használják ezt a parkolót. Ott elment egy kollega, úgyhogy akkor én ide beállok. Besétálok bejelentkezni, aztán majd meglátjuk a folytatást, mi lesz. Esetek, amikor úgy nekem így szólnak, hogy szóljak, hogy majd jobbra kell menni, de szerintem...
Na kérem, be kellett jelentkezni útlevéllel, egy ilyen terminálon meg kellett adni az adatokat, ott adott egy ID számot, amivel oda kellett menni a pulthoz, az ott ülő fickóhoz, aki pedig adott egy mágnes kártyát, amivel majd be lehet menni. Hát most itt a bejutási procedúráról én nem nagyon csinálnék videót, nehogy ebből probléma legyen, úgyhogy majd esetleg bent meglátjuk, hogy hát ha nem tiltja semmi a videózást, meg ha látok valami érdekesebbet, majd akkor talán fogok videót csinálni. Na, úgy látom, valaki sokkal több raklapot hoz itt, mint amennyi nekem van. Jó, ott a végén hátrafelé lóg kifelé, vagy három. Azt már csak a Szentlélek tartja. Na, indulok befelé. Na, hát a repülőtér fő épületével szembe oldalon vagyunk most, a leszállópálya túlfelén. Hát innen túl sok mindent nem lehet látni. A második utcán jobbra fordulunk, és utána meg ott leszünk. Nekem az 500... Újra tervezés. 563-at kell megkeresni. Aztán lehet, hogy azon már túlmentem, mert én ezt figyeltem, hogy itt van ez a Duxer. Nekem valahogy ide kell bejutni, de akkor... Á, nem, csak vicceltem. Balra kell majd akkor menni. Ennek a másik oldalról van a bejárata. Mert ide kell jönnöm. Itt teherautóval behajtani tilos. Legtöbbször azt szoktam mondani ilyenkor, hogy egyenesen, de inkább menjünk balra. Úgy megyek tovább. Majd egy másik helyen át kell mennem a másik oldalra, mert amonnan lesz a bejárat. Hogy újra tervezek. Balra. És akkor itt, ha nincs tiltó tábla, akkor itt átmegyek. Igen. A párhuzamos utcára át kell mennem. A GPS-be dobjunk be egy 5000-est, ellenkező esetben nem szólok a következő utcánál. Úgy látom, parkolnak itt egymás hegyén hátán össze-vissza mindenfelé a járművek. Balra! Balra, igen. Jobbról jön, balról jön egy targonca, hóekével felszerelve, vagy mi ez, nem is targonca, hanem egy ilyen kicsi hóeltakarító jármű, még szóró is volt rajta. Gondolom a járdát lehet vele tisztítani, karbantartani. Azt nézem, hogy hát balra kéne menni, majd. Igen, itt van. Itt van, megvan Duxer, csak ennek hol van a bejárata. Azt kell megtalálni. Hogy honnan is van a bejárat. Szerintem itt lesz, ha bár itt van egy parkoló. Igen, beállok a parkolóba, és gondolom itt is be kell jelentkezni először, és utána lehet csak rácsörtetni a kapura. Hogy egyszerűbb lett volna a helyzet, ha másik oldalról érkezek. De így se rossz. Úgyhogy megyek, keresek egy Ameldung feliratot, és akkor ott bejelentkezek, aztán majd megmondják, hogy hova menjek, remélem. És ugye, ha a sávok között gondolkodik, hogy melyiket válassza, akkor érdemes egy kicsit így balra tartani. Később megtérül.
Még mindig a repülőtér Air Cargo részén vagyunk. Raklapok egy részétől sikerült megválnom, mert amit a kollégától kaptam, 32 darab raklap, az bizony nem kellett a raklaposnak, az itteni raklaposnak, hanem azt visszaadta. Biztos, hogy zihert, tartsunk balra. Visszaadta, mondván, hogy kenjem a hajamra, mert na, ebbe a sávba kell nekem jönni, biztosan? Nem látok semmi táblát, hogy hol lenne a LKV kijáró. Hát, megpróbálom itt. Érdemes lenne jobbra tartani, meg hát... Na, sikerült kijutni. Úgyhogy irány... Worms. 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 Németül Worms, oda kell menni. Nem tudom, hogy ott mi lesz, milyen meló, majd meglátjuk. Lényeg az, hogy 32 darab raklapom megmaradt. Úgyhogy azt nem vette át a raklapos, mondván, hogy fekete, meg javított, meg nem hiányzott egyikből sem szinte semmi. Jó, az egyiknek az egyik lábából ki volt törve egy darab, de hát egészséges raklapok voltak, csak ilyen nem túl újak. Aztán azt mondta a csábó, hogy az ő neki nem kell. És itt szemben is látszik a repülőtér egy része. Egy szép nagy darab Lufthansa gép. Jelzett a készülék, hogy elindultunk. Tarts jobbra! Igen, megyünk jobbra, elhagyjuk a repülőteret, és az 5-ös számú autópályán haladunk tovább. Így már érdekes, felmegyünk az autópályára. Bizony, bizony. Kövérgázzal felgyorsítunk, amennyire csak lehet. Na, Egerke, éjesszük meg a sok rohadékot. Hajtsunk fel az autópályára. Nézd már, lovaskocsi. És autópályán haladunk. Hát, Stau. Stau van, és valami ott történt, nem tudom, mi történhetett. Ott villog a rendőrautó, szerintem lerobbant valaki, valami műszaki hibás jármű lehet. És hát ezért meglassul a forgalom. Vagy esetleg összecsúszott két autó, mert elég közel állnak ott egymás mögött. Vagy simán csak lerobbant valamelyik. Hát, valószínűleg meghibásodott valamelyik, mert nem láttam semmiféle sérülést. Felegyütközés egy ilyen sebességnél. Érkezünk Worms városához. És itt van ez az érdekes, réges-régi építmény. Ez valami vámház lehet, vagy nem tudom, lehet, hogy itt szedték a híd pénzt régen. Na, nagyon jól néz ki. Lassan húzódj, jobbra! Igen, itt megyünk jobbra. Unom ezt az egészet.
csak úgy érintőlegesen megyünk Worms városába, csak így a szélén. Szerintem a folyó, amin átjöttünk, az a Majna. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel Majna lehetett, mert én végül is egy viszonylag strapabil utukban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is. Jé, itt van egy nagy parkoló, ezt nem is tudtam. Nézzünk oda. Ha? Ott van-e. Szép az a templom is ott balra. Jól néz ki. Jé! Micsoda! Traki! Kettő darab pótkocsival! Haha! Az igen! Na, hova jöttünk? Hova jöttünk? Na mindjárt! Érkezünk a felrakóhelyre. Voltam én már itt korábban, erre emlékszem. Egyenesen lem, balra. Itt van balra az utca végén. Csak a múltkor nem is tudom, valami volt, valahova át kellett menni. Valamiért. És aztán utána visszajönni. Fú, már nem emlékszem pontosan, de... Ide félreállok, mert kiírom a... Kinek mit írok ki? A rakodási számot. Mert arra szükség lesz. Na, megjöttünk. A rakodás megvolt. Kint vagyunk a 61-es autópályán. Megyünk déli irányba. Hát holnap fogok beérni valamikor Lambakba, úgyhogy ma megyek valameddig, amíg lesz időm. Aztán megint egy 9 órányi pihenő, és akkor holnap reggel tovább. És valamikor dél előtt, dél körül beérek Lambakba, hát majd meglátjuk, hogy mikor. És aztán haza. Hát épp ideje, mert hát úgy alakult itt a vége ennek a dolognak, hogy ez olyan szűk helyre kellett beállni, és a két a rampára, a pótkocsi, meg ott állt egy kollega, ott rakodott egy kollega a rampán, hogy vagy ötször futottam neki, ötször kezdtem neki, és nem tudtam igazán úgy betörni a szerelvényt, hogy könnyedén jól bemenjen. A végén már ketten segítettek, innen nézték, onnan nézték, és jó, nem jó, mehetek, nem mehetek. Katasztrófa volt, és akkor utána kiderült, hogy a pótkocsin lévő 32 darab raklap az útban van, mert szükség van arra a raklaphelyre is. Úgyhogy végül is ki kellett szedni a raklapokat, azt felrakták az áru tetejére, de az úgy nagyon magas volt, akkor abból én még lejjebb szedtem egy kis pár raklapot, úgyhogy csak szenvedés volt az egész, de mindegy, meg lett oldva, úgyhogy megyek, haladok, ez a lényeg. Megyek itt a benzinkútra, megnézem, hogy hát ha van itt hely. Akkor megállok. Fel, akkor a hevenyúlalom. Megállok én itt. Jó, hát mondjuk nem ez a legszebb része a vezetésnek, de erről nem én tehetek. Te vettél autót, te le a jogosítvány, van jogosítványod, ugye GPS adatok alapján így nézem, hogy vezetsz, és tulajdonképpen szabad időben gyakorolhatnál egy cipici, de tényleg most nem azért, semmi támadás nincs ebben, csak gondoltam, hogy szólok, mert volt egy-két ilyen, tudod, ez a, emlékszel? Én meg nem emlékszem, csak van egy memóriakártya, és arra gyűjtöm az adatokat. Hát ez itt elég jól tele van. Nagyon jó társaság van itt a GPS-ben. Elég jó tele van a parkoló. Péntek este van, gyerekek, hát mi ez? Gábor, és kit hagytam ki azokodókodon?
hogy mindegy, van egy ilyen nagy társaság, majd előbb-utóbb megismerek mindenkit, és itt van R2-D2 a kis robotom is, szóval figyelj, én el vagyok. Hát, ide én félreállok. És akkor így elférnek tőlem, ha itt amennyire lehet félrehúzódok. Na, megjöttünk! Jó reggelt kívánok! 2016 első hónap 20-a van. Mint látható, beállt ide egy kollega. Már gondolom, nagyon-nagyon meg kellett állnia is. Ilyenkor mondom azt, hogy már a villanyoszlopon is kamionok lógnak. De lehet, hogy megbeszélte a másikkal, hogy majd ő előbb el fog menni, mint aki mellé beállt. Ez így elég érdekes. Szóval első hó 20-a van, szombat, 3:46. Éjszaka szépen csöndben eltelt. Most irány Lambach, és onnan pedig haza. És egy hét szünet. Most éppen a 6-os számú autópályára hajtok fel, Hockenheim közelében. És aztán olyan útvonalon megyünk, hogy 5-ös számú autópálya, aztán a 8-as, Stuttgart, München, és akkor onnan a 12-es számú főúton, Braunau, így lett megadva az útvonal, úgyhogy így megyünk. Stuttgart közelében járunk, 4 fok van, és kezd fölkelni a nap. Imittam, ott van egy kis fátyolfelhő az égen, jó időnek nézünk elébe. Itt egyre jobban kezd világosodni az idő, közelítünk a repülőtérhez. Stuttgarti repülőtér, ismét, amit már oly sokszor láttunk. De most egy kis, hogy is mondjam, mivel a háttérbe ébred a nap, és szépen kivilágosodik az ég alja. Jól néz ki. Jól néz ki az épület is. Ezek a világítások, feliratok. Most száll fel egy gép, de jó. Az igen. Nem tudok mit hozzászólni, úgyhogy nem is nagyon szólok semmit. Ez így jól néz ki, nagyon szép. Egyre szebb. Egyre inkább világosodik az hegy mögött.
rövidesen föl kell a nap. Micsoda amerikai nagy katány. Tőlünk jobbra látható Chewbacca négy lábú rokonai. Az általam Chewbacca tehénnek nevezett, nem tudom mi a hivatalos neve. Nagyon szép tavaszias időjárás van. Óriási. Innen is szép a kilátás. Milyen érdekes, az út jobb szélén köd van. A bal oldalon megsüt a nap. Jobb oldalon pedig köd, és le van fagyva. Deres a fű. Viszont nekem 7 fokot mutat a hőmérő. Egy érdekes jelenség. Érkezünk Ausztriába. Braunau közelében. Na, ide értünk. Én mellesleg vidám vagyok, mert már a felépne. Tulajdonképpen unalmas az élet itt bent. Egyetlen örömöm van, amikor azt mondhatom, hogy körforgalom jön! Tartályos kollégák itt pihenőznek, hárman is. Sőt, tartályból 4 darab. Na jönnek, jönnek, jönnek. Egymás után jönnek. Na jönnek még 2, hadd menjen, aztán utána megyek én is. Megjöttünk Ausztriába. Itt Ausztriába viszont kicsit ködös párás lett az idő helyenként. Ilyen ködfoltok vannak. Itt is kicsit ködös. Ködös az időjárás. Közelítünk Lambachhoz. Jó kis ködbe érkezünk a telephez. Szevasztok, kollégák! És akkor itt a fuvar vége, lesz egy kis kihagyás, majd... Hogy oldjam ezt meg standard GPS-vel? Később balra, hoppá, figyel az S betű. Majd szabadság után újra indulunk. Se jobbra, se, hanem megérkezünk. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Tervezek, tudod mekkora meló? Megjöttünk. Én azt gondolom, hogy mi jó párost alkotunk. De nem? De tényleg. Én mondtam, merre menjél, te arra mentél úgy többnyire, és akkor utána most itt vagyunk. Ha? Szálljál ki, örüljé! Üdvözletem mindenkinek. Rakodásra várok. Úgyhogy addig megcsinálom ezt a rövid kis klippet. Itt a videó végén a kérdések-válaszok blokk előtt most egy rendhagyó kis röpke videóra kerül sor. Simon Ferenc Simi február 9-én ünnepelte 40. születésnapját, úgyhogy innen szeretnék neki gratulálni, és egy rövidke kis videó következik most a kedvenc autójáról, Saciról.
bizonyára sokaknak ismerős ez az autó. Ő itt Saci. Saci a Suzuki, akit ugye tavaly volt szíves ellopni egy illető, de szerencsére kisebb sérülésekkel ugyan, de megkerült, meglett. Elképzelhető, hogy még mi is tudtunk segíteni a megtalálásában, mert nagyon-nagyon sokan megosztották a segítségkérést. Úgyhogy most eljöttem itt megnézni közelről Sacit. Nagyon szépen rendben van tartva a gazdája, Simi is tápolja, és nagyon rendben van az autó. És reméljük, hogy megkapja a méltó büntetését a fickó, aki, ha jól tudom, nem csak ezt az autót vitte el, hanem még ezen kívül más autókat is meglovasított. Március 24-én lesz majd a tárgyalás. Most pedig ígérem, rövid leszek, nem volt sok kérdés. Csányi Tibor írta, hogy csináljak már olyan videót, amiben bemutatom a tahográfot, meg a egyéb hozzá kapcsolódó dolgokat. Hát ugye én többször mondtam már korábban, és most is ezt mondom, hogy ezt a részét én nem merem felvállalni, mert bármiféle olyat teszek, mondok, csinálok, ami félreérthető, valakit emiatt megbírságolnak, akkor én leszek a hibás. Van bajom nekem így is sokszor épp elég, úgyhogy plusz ez még nem hiányzik, hogy bárki is valami félreértés okán bírságot kapjon. Úgyhogy azt tudom csak ajánlani, hogy rá kell keresni a YouTube-on, hogy tahográf, és kiváló videók vannak fönt, hozzáértő, szakértő emberek szépen elmagyarázzák. SD22 Lacika is csinált szerintem ilyen tahográf bemutatós videót, úgyhogy én ezt meghagynám az igazi szakembereknek. Én csak sofőr vagyok, csinálom a dolgomat, ahogy tudom, nem szeretnék semmiféle problémát ebből. Mohai Gergely kért megemlítést, és remélem jól mondom a nevét, Schaffhauser Gergő érdeklődött, hogy a Gartnernél hogy megy a hazajárás, milyen a hazajárás, mert hogy ő váltó sofőr szeretne lenni, nem kell neki állandó jármű, és hogy minden hétvégén haza lehet-e jutni, és aztán utána egy hétre hazamenni, hát ezt nem. Véleményem szerint ez nem nagyon sikerül, mert többnyire azt a hétvégét, ami csökkentett pihenős, úgyhogy rövid pihenős hétvége, az szinte mindenki kint tölti külföldön. De aztán előfordul az is, hogy éppen haza tud menni, de az a helyzet, hogy lambakból kell többnyire megoldani a hazajutást. Úgyhogy aki változik, mint például én is, ugye 4 hetet kint vagyok, és aztán 1 hetet pedig otthon. Na most előfordul olyan is, hogyha úgy sikerül bejutni lambakba, akkor hazamegyek hétvégére, és aztán azt is kérdezi, hogy pénteken mikor ér be a kamion lambakba. Hát nem biztos, hogy pénteken be tud vele érni lambakba, elképzelhető, hogy csak szombaton, mint ahogy én is most legutóbb szombaton délelőtt, sőt nem is délelőtt, hanem délután 2-3 körül értem be. Úgyhogy nem mindig sikerül pénteken, volt már olyan is, hogy pénteken beértem, ez mindig a fuvar feladattól függ, úgyhogy hogy sikerül megrakodni pénteken, hol rakodott meg az ember, utána mennyit kell még menni. Úgyhogy ez elég képlékeny dolog, nem csak itt, ez minden cégnél, de itt azért úgy veszem észre, hogy úgy nagyjából próbálják tartani ezt a 4 hét, 1 hét ciklust, ez sem mindig sikerül. Volt már rá példa, hogy nem sikerült a 4. hétvégén hazajutni, hanem az 5. hétvégén sikerült hazajutni. Ilyen is előfordul, úgyhogy itt... De máshol még ilyen szinten sem tudják csinálni. Aztán van olyan cég is, ahol pedig nagyon tudják tartani, ahogy hallottam így kollégáktól, van olyan cég, ahol tudják
ezt teljes mértékben tartani, hogy mit tudom én, 3 hetet vagy 4 hetet kint van az illető, és akkor 1 hetet otthon. Úgyhogy ez cége válogatja, hát a Gartnernél ez van, amit a korábbiakban elmondtam. További szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!